A zempliniek macsupán hulladékuk 4-5%-át gyűjtik szelektíven, a többi szemét a Bodrog keresztúri lerakóba kerül. A hulladék újrahasznosítás hatékonyabbá tételére törekszik az Abaúj-Zempléni Szilárd Hulladék Gazdálkodási Önkormányzati Társulás, amely egy jelentős uniós támogatásból új hulladékgazdálkodási rendszert épít ki. Ennek egyik eleme, hogy a családi házas övezetekben élők sárga színű hulladékgyűjtő edényt kapnak, hogy a fém, papír és műanyag hulladékot ebbe gyűjtsék, elkülönítve a kommunális szeméttől. A sárga kukákat Sátoraljaújhelyen szeptember 29-e és október 8-a között osztják ki a családi házas övezetekben lakóknak. A Dohányúti sportpálya, a Pázsitúti sportpályának a parkírozója, a piactér, a Batsányi úti telep, az Ungvári pince köz, valamint a városrészekben Károlyfalván a faruház melletti terület, Széphalomban a Kossuth kert, Rudabányácskán pedig a tájház. A hulladékgyűjtő edényzetet lakcímkártya, személyigazolvány bemutatása és adószám megadása ellenében ingyenesen vehetik át az itt élők. Azok, akik bármilyen ok miatt nem tudják átvenni a megadott időpontokban a kukákat, a városellátó szervezet október 12-től kiszállítja azokat. Az ő részükre egy minimális térítési díj ellenében Sátoraljaújhely belvárosában kukánként 200 forintért, a település részekben pedig kukánként 500 forintért ki fogja vinni a városellátó szervezet, azzal, hogy az ezirányú igényeket jelezni kell a szórólapon megadott telefonszámon. Ez egyébként a Batsányi úti telepnek a telefonszáma, és a kukák kihordására természetesen csak azt követően kerül sor, amikor már befejeződött a helyszíneken a kiosztás, azért, hogy véletlenül se történjen meg, hogy valaki két módon is hozzá szeretne jutni ezekhez a hulladékgyűjtő edényzetekhez. Sárga kukákat csak a családi házas övezetekben lakók kapnak. A többlakásos épületekben és a társasházakban élők számára szintén ebből a pályázati forrásból bővítik a városban a szelektív hulladékgyűjtő szigetek számát. A szelektíven gyűjtött hulladékot a Zempléni Hulladékkezelési Kft. Fogja elszállítani. Az első ilyen gyűjtés időpontjáról felhívásokban, interneten és a televízió segítségével értesítik majd a lakosságot.